A férfiaknál a házigazda svédek nyerték a malmöi csapat Európa-bajnokságot. Igazán hízelgő, hogy Jánova Wagnerék szerint a negyeddöntőben a magyarok győzelmet érdemeltek volna ellenük. A malmöi csapat Európa-bajnokság előtt az erőviszonyok alapján inkább a női válogatottunktól várhattuk a jobb eredményt. Ám Bátorfi Zoltán csapatának a nyolcaddöntőben megállt parancsoltak a szlovákok. A férfi csapatunk esetében ezzel szemben az is kérdés volt, hogy tovább jut-e a csoportjából, végül pedig majdnem világszenzációt okozott. A görögök legyőzésével sikerrel vették a miénk a csoportkört. A nyolcaddöntőben a VB bronzérmes angolokat búcsúztatták, majd érkezett a svédek elleni negyeddöntő, amelyen Szudi Ádám és Lakatos Tamás szenzációs győzelme után 2-2-nél, azaz a döntőmeccsen Majoros Bencének 3 mérkőzés labdája volt a világklasszis Christian Carlsson ellen. Sajnos a svéd fordítani tudott, majd a házigazdák meg sem álltak az Európa-bajnoki címig. Bencét különösen össze kellett kaparni rögtön a meccs után. Érthető módon, ő is teljesen maga alatt volt. Próbáltam egy rövid, nagyon rövid motiváló, konklúzióvonó beszédet, de hát szerintem maximum 3 vagy 4 mondat volt. Ilyenkor nem igazán vannak szavak, és én is ebben a helyzetben most voltam először, de muszáj, tehát nincs más választás, az egész hetet kell nézni, meg az egész heti teljesítményt, és készülni a következő kihívásra. A szövetségi kapitányunk a drámai mérkőzés előtt viccelődött a svédeket irányító Jörgen Perssonnal, majd a csata után két másik svéd legendától, Jan-Ove Waldnertől és Mikael Appelgrentől kapott elismerő szavakat. Én annyit humorizáltam a Perssonnak, csak szerintem nem ment át, hogy nekem egy kérdés volt. Van egy 100%-os játékosom, hogy 1-2-es pozícióban játszom, vagy maradjon 3-asan. És egy jó Jörgen mutat, hogy nekem is van egy 100%-osom. Hát oké, tudjuk, hogy kik vagytok. Hát, természetesen tisztában voltunk vele. Meg utána még volt egy 10 percet, tudtam vele beszélni. A Waldner Rappergé meg teljesen el volt ájulva a mérkőzés hangulatától, a srácok teljesítményétől. Igazán mondhatjuk rájuk, hogy sportemberek, mert utána bár tudjuk, hogy ők nyertek, de mondták, hogy ti érdemeltétek volna meg, egy csapatként küzdöttetek, micsoda küzdeni tudás, a végighajtás egymásért, mint egy csapat, úgyhogy 2 ilyen embertől, illetve 3 ilyen embertől lesz különösen jól esik. Az említett 100%-os játékos a miénknél Lakatos Tamás volt, aki minden 4 mérkőzését megnyerte az EB-n. A svédek elleni negyeddöntőben a világranglista 21. Anton Kjellberget verte meg. Kíváncsiak voltunk, milyen érzések kavarognak benne. Összességében pozitív, tehát most rendben van, tehát kikaptunk, meg több meccslabda volt, de nem hiszem, hogy annyit kéne szomorkodni ezen. Tehát jó, nyilván ez egy fájó vereség, meg benne volt szenzáció ez az amaz, de mindenkinek egy nagyon jó versenye volt. Jó csapatokat, jó játékosokat vertünk meg, tehát nem nagyon van szerintem mire itt szégyenkezni vagy szomorkodni, inkább tanulni kell belőle, aztán kész. Tehát, hogy az élet ugyanúgy megy tovább, már mindenkinek meccsei vannak, elfoglaltságai, tehát, hogy asztalhoz kell állni, nincs az, hogy most akkor sírsz egy hétig, hogy jaj, mi volt. Megy az élet tovább a következő ilyen szituáción, ami fogunk nyerni.